13 évvel ezelőtt szlovák rendfenntartó katonákat szállító repülő lezuhant a Borsó-hegyen, mert az kiáll a Zempléni hegység vonulatából. 44-en utaztak rajta, a végébe ült az egyszemtiszta magyar kassai katona, Farkas Martin. Mivel a repülő farka letört, ő szintén elvesztette eszméletét, de túlélte, de ő volt az egyetlen, 43-an meghaltak. És ennek a 10 éves évfordulójára, igen, a repülő kigyulladt, tudnélik, és mindenki meghalt rajta kívül. És a 10 éves évfordulóra, mivel a mi Szent Erzsébet utunk mellé zuhant a repülő, ami Kassa és Sárospatak között van, két kis zarándok társadal kitaláltuk, hogy egy kézzel hímzett kis koszorút elviszünk a szlovák kopjafákhoz, amik fönn vannak a Borsó-hegyen, erre az emlékünnepség, gyászünnepségre, és a magyar gyalogos zarándokok nevében mi is elhelyezünk egy kis koszorút. Igen ám, csak ez január 19-én nap volt, és nagyon hideg téli nap, és kiderült, hogy az egyik kis leány görögkatolikus zarándoktársának a gerince be van vasalva. És én mondtam neki, hogy hogy merészeltétel így eljönni, hát éjjel sötétben 3-kor indulunk fel a Borsó-hegyre, hát ez életveszélyes, amit te csinálsz, de megnyugtatott, hogy nem lesz semmi baj. De abba úgy szántam, amikor szálltunk le a vonatról, ennek a tudatában, hogy ő ilyen sérült gyerek, fölkaptam a hátizsákomat, meg az övét, hogy lesegítsem a vonatról a hátizsákot, és a botot fönnfelejtettem a vonaton. A vonat az egy ilyen kis egykocsis vonat volt, vezető átment a másik oldalra, és ment vissza Szerencs felé, és elment a Szent Bot. És akkor hát egy kicsit kétségbe estem, mert nem is az enyém egyrészt, másrészt azért hát ez óriási veszteség. És akkor gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt a Szentbotot visszaszerezni, és akkor támadt egy ilyen sugallatom, hogy nézzem meg, hogy abba úgy szántom, milyen iskolák vannak, hiszen ezen a vonaton volt egy vonatvezető, egy kalauz, én a két kis görögkatolikus leányzarándoktársammal, és 6-7 ilyen kis túlkoros fiúcska volt az zárt etnikai csoportból, ezt nem bántó szándékkal mondom, de oda tartozott cigány gyerekek voltak, de a jobb fajtákból, mert iskolatáskával, hátizsákkal, stb. És akkor rájöttem, hogy Abolyi Szántónak van egy mezőgazdasági szakiskolája, és akkor meg kollégium. Nem volt nehéz kitalálni, hogy ezek a gyerekek valószínűleg oda járnak iskolába, és írtam az iskola igazgatónak egy levelet, meg egy másikat, amit kértem, hogy olvasson fel a fiúknak. Ezt ő megtette, és volt egy kép rólam, amin én voltam rajta, meg a bot, és ezt is közé tettem a Facebookon, és egyszer csak több mint 100 Facebook segítő levélkét kaptam, bejegyzés, hogy merre látták a Szentbotomat Abaúj vidékén. És akkor egyszer csak egy egész konkrétat kaptam, hogy Takta Harkányban név szerint kinél van a Szentbotom, és akkor az a fiatal ember, hát az nyilvánosságra hozta, hogy igen, nála van, a Facebookon nem is tagadta, és akkor jön a történet legszebb része, megbeszéltem vele, hogy mikor megyek Takta Harkány felé, és ez a cigány gyerek egyszerűen fogta, és a vasútállomáson fel akarta adni nekem a Szentbotot, látta, hogy ott vagyok a vonaton, és akkor intettem neki, hogy ne, hát hoztam neked ajándékot, hát ne viccelj, leszállok, majd egy következő vonattal megyek tovább. Leszálltam, beszélgettem ezzel a fiatalemberrel, és mikor hazamentem, akkor a Facebookon közé tettem ilyen mondatot, hogy köszönd meg drága szüleidnek, hogy ilyen derék, nagyszerű, becsületes embert neveltek belőled, és egy hónapig vigyáztál a vonaton felejtett botomra. És a gyerek ettől a bejegyzéstől úgy hallom, hogy nagyon jó tanuló lett, megváltozott, egy nagyon rendes ember lett belőle. Tehát ilyen hatása is van ennek a Szent Botnak. Hát ő ugye megtette volna, hogy szerencsén leadja a találtárgyak osztályán, de hát ő elvitte magával, de nem baj, de én végig úgy fogtam fel, hogy ő vigyázott rá egy hónapig, és szerintem ez egy nagyon jó hozzáállás volt, és így segítettem ennek a fiatalembernek egy teljesen jó útra térni. Hát ez volt egy szép Szentbot történet.